Egyre több vállalkozás kerül bajba az emelkedő energiaárak miatt. Ezzel kapcsolatban Parag László hétfőn az Egyenes Beszédben úgy fogalmazott, igazat ad azoknak a hangoknak, amely szerint egy esetleges vasárnapi boltzár jó energiaspórolási lehetőség lenne a kiskereskedelmi üzleteknek. Alapvetően mindenki bajban van, azt gondolom. Egy olyan alkalmazkodási kényszer van rajtunk, amivel talán még sosem szembesültünk. És ez nem csak Magyarországon van, hanem az egész kontinensen. Az egész világon jelen van, de nálunk Európában a legerőteljesebb. Amit mi látunk, hogy az energiaárak azok, amelyek hihetetlen mértékben elszabadultak, ez közhely, tehát ezzel nem mondok semmi újat, illetve az infláció, és ez a kettő egymás gerjesztő folyamat. A legnagyobb bajban, mint szokás, a legkisebbek vannak, hiszen az ő tervezési képességük, előrelátó képességük, tőkeerejük, allokált forrásaik, szerény mennyisége, az nem elegendő arra, hogy hosszú távon túléljenek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hozzátette, már letették a javaslataikat a kormány asztalára, a jövő hétre összeállhatnak a döntéshozatalhoz szükséges feltételek. Témát, tehát folytatjuk itt a Szemtől Szemben rovatunkban, melyben két vendégem itt van már is a stúdióban, Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke, és Szemár Róbert, épületgépész, gépész a VGFHK szaklap főszerkesztője. Köszöntöm az urakat, jó reggelt kívánok mindkettőjüknek. Szóval én ma már a felvezetőben egyszer elmondtam, és gyakorlatilag a beszélgetésünket is ezzel indítanám, hogy vasárnapi bolt zár, ugye ez most az alapvető témánk, aminek kapcsán fogunk tudni beszélgetni, ami egyszer 2015-ben már debutált, aztán 2016-ban végül is megbukott. Most ő lehet újra a nagy visszatérő? Hát azzal vitatkoznék, hogy megbukott-e, mert nem buktattuk meg, hiszen mielőtt még szavaztunk volna róla, hogy mi legyen, valaki úgy döntött, hogy akkor ne legyen. Hogy ő lesz a nagy visszatérő és a megmentő, nem tudom, én azt nem gondolom, hogy ez fogja az energiaválságból kirántani az országot, de az biztos, hogy minden olyan energia, amit feleslegesen használunk el, mert egy nap vásárlás nélkül lássuk be, meg tudnánk lenni, szerintem az most nagyon fontos lenne, hogyha meg tudnánk takarítani. Mi számolgattunk itt, hogy körülbelül mennyi megtakarítást tudna ez jelenteni. Nyilvánvalóan, hogy minden egyes épület más és más. Tehát nincsenek azonos szabályok, nincsenek azonos adatok. Én azt hiszem, hogy körülbelül itt 40%-ot lehet az aznapi fogyasztásból megtakarítani. És ez azért nagyon fontos, hiszen vannak hűtők, vannak különféle olyan egységek, amiket nem kell üzemeltetni. Ami a rossz hír, hiszen azt mondhatnánk, hogy egy napig bezárunk, akkor a fűtési számlánk 1/16-odával csökkent, de ez nem igaz, hiszen ezeket az épületeket nem tudjuk kifűteni, tehát le kell vinnünk a belső hőmérsékletét, és utána vissza kell fűtenünk. Tehát valamennyi megtakarítás jelent fűtés oldalon, de nem jelentőset. Inkább az elektromos forrásról lehet megtakarítani. Illetve pont a hűtők azok, amiket azért vélhetően nem is fog senki lekapcsolni, hiszen azért ezt, ha a háztartásomból indulok ki, akkor ott se kapcsolgatom a hűtőt leföl, hanem az mondjuk folyamatosan üzemel, igazodik a külső hőmérséklethez valamilyen formában. De hogyha már így egy kicsit, mondjuk inkább azt mondom, nagyon laikusan szeretnék gondolkozni, az, hogy valamit folyamatosan lehűtök, felfűtök, lehűtök, felfűtök, az nem esetleg költségebb és nagyobb energiaráfordítást igényel a berendezésektől, mint hogyha egy standard hőmérsékleten és fogyasztáson tartom? Nem, mindenféleképpen tehát a visszaszabályzás az energia megtakarítás jelent. Nyilván az, hogy ez milyen hosszú időtartamra következik be, annál nagyobb a megtakarítás, minél hosszabb az üzemszünet. Tehát ha például két napos üzemszünet lenne, sokkal nagyobb megtakarítást tudnánk elérni arányosan. És a hűtőre visszatérve nem az a baj a hűtővel, hanem a nyitogatás. Tehát egy üzletházban elképesztő mennyiséget gyakorlatilag a nyitvatartási idő felében nyitva vannak a hűtők. Sőt, nem csak, hogy nyitva vannak a hűtők, hanem ugye van olyan hűtő, amit a vásárló kedvéért ilyen kirakatszerűen meg van nyitva, hogy tudjunk válogatni, hozzányúlni. Ugye azt éjszakára, amikor az üzlet zárva van, egy ilyen szürke hővédővel lezárják, és tulajdonképpen nem lesz teljesen zárt, de sokkal jobban tartja a hőt, és teljesen egyetértek, hogy a hűtő azért fogyaszt sokat, mert nyitogatjuk az ajtót. Tehát egy hűtőkamrába egy dolgozó egyáltalán nem megy be aznap, akkor szinte alig kapcsol be. Mert a bent levő tömeg annak az áronak a hőmérséklete is megfelelő, a hűtőnek a hőmérséklete szintén megfelelő, tehát azzal lehet spórolni, ha nem nyitogatjuk, csak tartjuk. Viszont akkor milyen megoldás?
megoldások születhetnek ebből kifolyólag. Egyre több szaklapban olvasom, és tényleg szakmai oldalról megközelítve ezt a kérdést, nekem nagyon tetszett ugye az, hogy például mozgásérzékelőket helyeznek föl most már egyre több üzletben, amivel azért próbálják ezt szabályozni, de most egy hűtőt ilyen formán lehet-e szabályozni, amikor gyakorlatilag a vásárlónak ott van benne az, amire szüksége van, azoknak az áruknak azért szükségük van arra, hogy ezen a hőfokon tartsák őket. Tehát hogy kérdés, hogy ki lehet-e iktatni valamilyen formában a rendszerből, és ezt most értse jól ezt a kérdésemet. Én azt mondom, hogy azzal ki lehet iktatni, hogyha egy napig nem jön oda a vásárló, hogy nyitogassa a hűtőt. Tehát pont amikor arról beszélünk, hogy egy napra bezárni, akkor egy napra azt az energiát biztosan megsporoljuk, ami abból fakad, hogy mindenki benéz, kinyitja, oda megy, nyitva van egész nap a hűtő, gyakorlatilag egy hipermarketben vannak olyan hűtők, amik akkor is egész nap nyitva vannak, ha nincs ott senki. Tehát egy vásárló se jön be, akkor is jön ki a hideg, lehet sérezni egyébként, amikor bemegyünk egy ilyen hiperbe, hogy bizonyos sorokban bizony hideg van, tehát föl kéne öltözni, de azt ugye nyomjuk kifelé, ha ezt lezárnánk, és egész nap zárva lenne az a hűtő. Tehát szerintem azért mondom, hogy egy napnak a megtakarításával sokat lehetne spórolni. És nincs benne az a veszély, hogy ha esetleg kiesik egy nap a vasárnap például a boltok nyitvatartásában, akkor azt, hogy ne veszítsék el, mint bevételi forrás, átcsoportosítják a nyitvatartási időben a hét többi napjára, teszem az hosszabb nyitvatartásra, akkor gyakorlatilag nem nyertünk semmit ezzel a helyzettel? Én azt gondolom, hogy abban az egy évben, amikor zárva voltak a boltok, ez kiderült, hogy mi fog történni. Tehát a boltoknak nem kellett ahhoz hosszabb időt nyitva tartani a többi napon, hogy a forgalmuk ne csökkenjen. Tehát ők maguk is tudják, ha előveszik az akkori adataikat, akkor látják a tapasztalatokból, hogy be fogunk zárni egy napra, és valószínűleg egy kis impulzus vásárlást elveszítünk, viszont a szombati napon például nyerünk azzal, hogy az ember úgy érzi, hogy holnap nincs nyitva a bolt, itt az apokalipszis, és mindent megveszek, hogy nehogy véletlenül valamiből ne legyen otthon, tehát még több is volt a forgalom abban az egy évben. Úgyhogy nem gondolom, hogy azon taktikázniuk kellene, hogy itt bezárok, ott kinyitok. Én szerintem tudják ők, hogy a forgalom nem veszik el, hagynák a nyitvatartási időt úgy, ahogy van, és tényleg energiát lehetne spórolni vele. Hogyha egy pillanatra kitekintünk nem csak a cégek életéből, hanem például az intézmények életéből, akikről egyre több oldalról lehet azt hallani, hogy akár egységeket fognak majd összevonni, vagy felfűtenek egy adott területet, és a másik szobában lezárják, vagy egy nagyobb részt lezárnak az épületben, ez hatékony megoldásnak mondható? Igen, mindenféleképpen hatékony. Én azt tudom javasolni, és itt nem csak a kereskedelemről van szó, hogy mindenféleképpen idejekorán tekintsük át az energiafogyasztókat. Tehát nézzük meg azt, hogy például van-e ledes világ, vagy milyen világítás van. Beszélgetünk hűtésről, de például a világítás hatalmas energiát viszel. Tehát a ledes világítás most már fél év alatt megtérül ilyen energiaárak mellett. Tehát régebben ennek 2-3 év volt a megtérülése. De ugyanakkor, ha szivattyúkat cserélünk, 2-3 hónapos megtérülésekről beszélgetünk. Mekkora költséggel jár mondjuk egy ilyen csere? Ezek nem olyan túl nagy költségek, tehát egy épület értékéhez képest. Nyilvánvalóan egy nagy fűtési rendszer, vagy egy hőszivattyú beépítése, az több millió, vagy akár 100 milliós költség is lehet egy kereskedelmi ingatlannál. És ez vállalható ön szerint, vagy most mit nem, tehát ezt nem is lehet megcsinálni, és nincs ennyi berendezés, nincs ennyi egység, és nincs ennyi szerelő, aki ezt be tudja szerelni, de például szigetelnünk lehet. Tehát akár egy ajtót, akár egy födémet viszonylag gyorsan és hatékonyan le tudunk szigetelni korszerű szigetelőanyagokkal, és ugye mi a szakmában azt mondjuk, hogy olyan épületet lehet jól kifűteni, aminek nem magas a hőigénye. Tehát szerintem ez az elsődleges. A másik, hogy nyilvánvalóan itt a hőleadók és a hőleadás szempontjából pedig nagyon fontos az, hogy a belső hőmérsékletet valóban próbáljuk megcsökkenteni. Egy fok 6%-os megtakarítást jelent. Nem is gondolnánk sokszor tényleg, és most már ez egyre többször elhangzik, hogyha egy pillanatra a vasárnapi boltzár kérdéskörét visszakanyarodva az eredeti elgondoláshoz az emberek oldaláról közelítjük meg, és nem az energiahatékonyság oldaláról, akkor az a kereskedelemben dolgozók számára nem jelente bevétel kiesést például. Hát ugye ezért indult a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete azzal, hogy fél napra zárjunk be. Ugye tudjuk, hogy bevételkiesést jelent, igen, mert a vasárnapi pótlékot néhány munkavállaló elveszíti. Viszont van, aki azt mondja közülük, hogy nekem ez bőven megér annyit, hogy otthon legyek én is a családdal. Van, aki pedig azt mondja, hogy nekem pedig szükségem lenne erre a pénzre. Ez éppen azért van az, hogy mi azt mondjuk, hogy délbe zárjon, tehát valamennyi nyitvatartási óra maradjon meg a vasárnapból. Aki szeretne vasárnap dolgozni, az úgyis be fog tömörülni arra az időszakra, és aki nem akar dolgozni, annak nem fog idő jutni, tehát neki szinte az egész vasárnapja miatt szabad lesz. Úgyhogy lehet milyen bevételkiesés, és én azt gondolom, hogy talán szinte mindenkinek lesz, már a délig tartó időszakban nem fog tudni annyit megkeresni, az sem, aki szeretne többet, tehát ott lesz valamennyi kiesés, viszont ugye mindennek ára van.
Én azt gondolom azt, hogy a családdal tud otthon lenni azon az egy napon, és hogy fixen tervezhető, hogy otthon lesz azon az egy napon, vagy a fél napon, azt szerintem megér ennyit. Viszont ezzel egy érdekes dolgot mondott megint, mert hogyha a családnak viszont lehetősége van otthon lenni, akkor értelemszerűen az ő fogyasztásuk meg fog növekedni. Akkor nem inkább érinti ez a kérdéskör a lakosság pénztárcáját ismételten? Ha szinglikben gondolkodunk, akkor mindenképpen, de normál esetben... Szinglikben, jól értettem? Igen, hogyha így gondolkodunk, akkor igen, mert ugye normál esetben, ha nincs otthon, akkor letekerheti a fűtés, de akinek a családja otthon van, csak ő nincs otthon, nála egyébként is kell fűteni. Tehát a többiek miatt fűtünk így is, úgy is. Lehet egy ilyen megközelítés, hallottam már ezt egyébként, hogy majd akkor otthon kell fűteni azért, hogy a munkahelyen spóroljanak a villannyal. Ez tényleg azokra igaz, akik egyedül élnek, és egyébként 12 fokra lecsavarja a fűtést, amikor nincs otthon. Értem, érdekes elgondolás és álláspont, de bízom benne, hogy nem az iróniát kell ebből kihallanom, hanem a tényszerűséget. Még egy nagyon érdekes felvetés volt az, hogy mennyire érinti a cégek, mondjuk egy családi vállalkozás életét ez a spórolási lehetőség azokhoz a nagyvállalatokhoz képest, akiknek azért van mondjuk egy országos hálózata, 100-150 egységgel bírnák országos szinten, nem egy bonyolult matematika, ki tudjuk számolni, hogy mondjuk mekkora összeget jelenthet az ő életükben a spórolás, de ugyanez, ez, tehát hogy több millióról, több tízszázmilliókról beszélünk. Hát én azt mondom, van olyan cég, akinek 100 fölötti üzletszáma van, és a napi villanyszámlája 26 millió forint, az összes egységére vetítve. Ami azért tényleg mondhatjuk azt, hogy egy nagy szám, és egy évre levetítve mondjuk, igen, akkor az egy jelentős spórolás lehet. De azoknak a kisebb családi vállalkozásoknak, akiknek csak egy egységük van, vagy tényleg mint létforma, nekik ugyanez a megoldás segítség lehet, vagy ők ettől egy picit háttérbe szorulnak, vagy nehezebb helyzetbe kerülnek, hiszen a bevételük ki fog esni. Szerintem egyébként a nagy láncok vannak nehezebb helyzetben. Tehát a családi vállalkozások, a kisebb helyen üzemelők most mindenféleképpen előnyben vannak. Tehát azt látni kell. Tehát minél kisebb az alapterület az üzletem vagy a vállalkozásom, annál jobban vissza tudok vonulni és vissza tudom fogni az energiafogyasztást. A másik, hogy sokkal könnyebben és gyorsabban tudnak reagálni, míg egy nagy hűtőtornyot kicserélni, tényleg egy év, másfél év munkája. Ezzel szemben mondjuk egy levegős klímát, egy hőszivattyús klímát beépíteni, az egy napos munka. És egy levegős klíma beépítésével most nagyon jelentős energiamegtakarítást tudunk elérni. Olyan elképesztő forgalmat produkálnak most a klímaforgalmazók, hiszen az átalakult energetikai rendszerben ezeknek a fűtésként való alkalmazása most már elsődleges lesz. És ezeket kell, és ezért én kérem azt, hogy egy épületgépésszel vagy egy energetikussal konzultáljanak, és igen, mindenki tud tenni ebbe a helyzetbe. Ha mindenki tud, akkor végére egy gyors kérdés, ha ezt egyébként mindenki egyénileg eldönthetné, hogy ő mondjuk így szeretne takarékoskodni, hogy adott időpontban nem nyit ki, vagy adott napon, az megoldás lehetne, vagy ez nem ennyire egyszerű, hogy én eldönthetem a magam oldaláról, hogy a cégekre gondolom, most egyetemen, igen. Hát sajnos nem ilyen egyszerű, a kereskedelemnek vannak olyan törvényszerűségei, ami miatt az, hogy valaki döntse el és zárjon be a többiekre, meg bízza rá, hogy bezárnak, ez nem fog működni. A piac törvényeinél sajnos erősebbek. Tehát szabályozásra van. Én azt gondolom, hogy kell a szabályozás, igen. Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és beszélgettünk ma reggel ebben a témában. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. We'll be right back.